Köszöntöm kedves nézőinket! Mai beszélgető partnerem Kedves Miklós Gyula személyében egy szexádi születésű kalandor fiatalember, aki kis túlzással már körbeutazta a világot. Egykori iskolájába, az Adi Endre Technikumba érkeztünk hozzá vendégségbe, ahol megmutatja nekünk, hogy milyen csodás helyeken járt. Üdvözöllek, Gyula! Én is üdvözöllek téged, Miklós. Köszönöm szépen, hogy ennyi anyaggal készültél számunkra. Azt áruld el, kérlek nekünk, hogy mikor alakult ki benned az utazás iránti szeretet, és mi alapján tűzött ki a következő úti célt számodra? Hát az utazás iránti szeretetem már egészen gyerekkoromban kezdődött, amikor is az egykori osztályfőnököm még általános iskolába elvitt minket egy háromnapos bakans túrára, óványára, ami már akkor is számunkra egészen szélsőséges időjárási viszonyok között túrázhattunk. Ez egy őszi hétvégére esett amikor is esőbe, ködbe, sárba gyerekként ott nyugodtan lehettünk sárosak, mindenféle egy szülői intés nélkül, ami ezt igen csak imponált, és valójában tényleg így kezdődött el nálam ez a természet szeretet. Majd jó pár év, év kihagyással, amikor 20 éves Lehettem, vásároltam magamnak egy fényképezőgépet, és újra elkezdtem a természetbe járni, fotózni, ahol heti rendszerességgel mondhatom azt, hogy újra szebbnél -szebb, szebb, szebb tájakra eljutottam országszerte, majd pár évvel később, amikor már 27-28 éves lettem, akkor az utam Ausztriába sodort, ott kezdtem el dolgozni, és a munkámnak köszönhetően mindig vándoroltam, és ezáltal, amikor hétsége volt, nem jöttem haza, akkor elmentem az Alpokba túrázni. És ez egyre jobban fokozódott, egyre több mindent kezdtem el vásárolni, akár felszerelést, egyre több mindennek jártam utána, és egyre ügyesebbé váltam a túráim során, amit kamatoztattam. Először csak Ausztriában jártam el túrázni, majd elkezdtem járni külföldre is. És számomra elsődlegesen a, a nehéz terep jelent, úgymond kihívást. Szeretem a szélsőséges időjárási viszonyokat, tehát ez alatt értsd a hatalmas nagy esőket, a zord időjárást, a ködöt, amikor tényleg az ember az elemekkel is küzd, és saját magával is meg kell küzdjön. Nem riasztanak meg a magas hegyek se, és az ordi időjárás sem kihívás számodra. Mesélj kérlek, hogy milyen viszontagságokkal teli túrákon vettél részt Észak-Amerikában. Észak-Amerikai kalandom 6 hétre volt betervezve, ami alatt főként túráztunk, de az útunk során útba esett kisebb városokat is szívesen látogattuk, akár a történelmi jelleggel, vagy pedig nagyon sok melegvízű fürdőhely van Észak-Amerikában, ami kicsit eltérőbb, mint az európai, mert itt például a természettel egybe van kötve, tehát ki van építve az egyik fele, mint egy strand, és a másik fele pedig a természetbe van benne, tehát nincsen szegély, nincs elválasztva, és ez számomra csak imponáló. És továbbá rengeteg gletszert néztünk meg az utunk során, milyen élmények voltak Alaszkában? Alaszkában ért, mondhatom, életem során az eddig legnagyobb élményem, amikor is egy hajóval kimentünk a, a és a jéghegyek, az úszó kis jégtáblák között lavírozva jutottunk el a hatalmas nagy Glecserekhez, az útunk során bálák kísértek, delfinek kísértek minket, ami lélegzetelállító állító volt. Tehát ezt szavakkal nem lehet elmondani, hogy milyen érzés, ez tényleg át kell élni egyszer az embernek. Az észak-amerikai kalandunk, nekem is az ismerősömnek, végig vadkempingelésről szólt, tehát összesen csak két napot töltöttünk hostelben és végig ezt a hat hetet, azt minden este sátorba, vagy ahol éppen tudtunk, ott aludtunk. Tehát és ez még izgalmasabbá tette az utazásunkat. Hát az időjárás az nem mindig volt hozzánk kegyes, mert havazott is sokszor, vagy nagyon hideg időjárás. Medvékkel találkoztatok Alaszkában? Találkoztunk. Hál' Istennek nem túrálás közben, hanem csak az út szélén, de nagyon sokkal találkoztunk. Hallottunk támadásról is, sajnos halálos kimenetelő támadásról, de mi akkor már hál' Istennek itthon voltunk. Az amerikai kontinens déli részén is jártál még hozzá, olyan történelmi helyeken is, mint az egykori Inka-birodalom. Milyen élmények értek téged Perúban? A dél-amerikai utam utolsó állomása Perú volt, ami első körben már csak a Pihenés és a perui kultúra megismerése volt a fő célpontom. Ez szerencsére sikerült is, mert két hetet eltöltöttem a, a volt inka birodalom több nevezetes helyén is, köztük ilyen volt Cusco, ami a régi fővárosa volt a régiónak. Tovább eljutottam a Machu -hoz. nagyon szép helyekre jutottam tovább, a, ilyen volt például a Umantai Lake, vagy pedig a Rainbow Mountain, és megismerkedtem a gasztronómiával is, ami nagyon finom, így az európai ember számára is. Kipróbáltam a lámasztéket, mint, mint ínyenség, és... Mihez hasonlítanád a lámahúsnak az ízét? A csirkéhez, hasonlít, a csirkéhez hasonlítanám, viszont talán kicsit omlósabb volt így, így első benyomásnak. És csak a, akik esetleg egyszer is Perúba utaznak, hogy mindenképpen próbálják ki. Dél-Amerika nagyon hírhet a rossz közbiztonságáról. Van -e esetleg erről valamilyen saját tapasztalatod? Részben sajnos van rossz tapasztalatom is, mert Csillében ért egy nagyon rossz incidens minket, engem is az ismerőseimet, meg kiraboltak minket, és ez ráadásul fényes nappal egy tengerparti parkolóba történt. Hál' Istennek mi nem voltunk ott, de ezen kívül az ott töltött két és fél hónapon nem tudnék rossz tapasztalatot hál' Istennek mondani, úgyhogy meg is tudom cáfolni ezt a rossz közbiztonságot. Az tény, hogy vigyáznod kell az értékeidre, tehát mindent el kell rejtened, tehát nem, nem úgy, mint itt, ami itt számodra megszokott, és tudod azt, hogy semmi problémád nem történhet a közbiztonság miatt, ott azért kicsit óvatosabb kell legyél. Argentináról esetleg pár gondolat. Argentinában volt szerencsém egy hónapot eltölteni, ami egyfajta felkészülés is volt nekem, mert az argentinai utazásom utolsó állomása az az volt, ami a Dél-Amerika Dél legmagasabb, és egyben az egész amerikai kontinensnek a legmagasabb csúcsa. Amit volt szerencsém teljesen egyedül logisztikailag is, leszervezni is mindent, és egyedül is másztam meg Sárpa segítség nélkül. Négy ismerősömmel indultunk neki. Aztán az alaptáborban megismerkedtünk további három mászóval, de amikor mi fölmásztunk, csak ketten értük el én és egy másik mászótársam a csúcsot a zord időjárási körülményeknek köszönhetően, ami mínusz 35 fok volt, és 130-as tomboló szél. Tehát uh, annyira volt csak hideg, hogy a lehelletem ráfagyott a kabátomra. A távol-keleti kultúra is vonzó volt számodra. Hogyan érezted magad Japánban? Mennyivel másabb a japán kultúra, mint az európai? Igen, volt szerencsém Japánba is eljutni, mert van két japán ismerősöm, akik meghívtak magukhoz. És így teljesen helyi idegen vezetőkkel, akik ténylegesen tudták, hogy mi az igazi japán kultúra, így betekintést nyerhettem én is általuk, eme ősi kultúrában, mint kérdezted, mennyivel másabb? Hát másabb. Tehát amit hallani Európában, hogy a japánok mennyire tisztelet nép, ez valójában ténylegesen így van. Ezt akár csak a, egy metróra való felszállásban is, hogy az emberek sorban állva kivárják szépen a sorukat, ezzel tényleg én is szembesültem. Vannak érdekes szokásaik is, például tömegközlekedésen nem élik telefonálni, amire rám is szóltak, hogy nem szabad telefonálni, mert illetlenség. Japán konyha volt életemben először az a távol keleti konyha, amit volt szerencsém kipróbálni, és nagyon pozitív véleményem volt, mind a fűszerezések, mind az ételek érdekessége alapján is, mert sokszor nem tudtam, hogy mi az, amit éppen eszek, csak az ismerőseim mindig kuncogtak, akkor tudtam, hogy biztos valami nagyon érdekeset ehetek de soha nem volt vele problémám. Tehát féltem attól, hogy esetleg az európai gyomor számára ezek nem mindig befogadó ható ételek, de szerencsére nem volt soha problémám, szerintem nem kaptam gyomorontást egyszer sem. Japánban milyen nevezetességekkel találkoztál, vagy miket néztél meg? Milyen csúcsok? Hát Japánban először is a kultúra volt az elsődleges szempontom, amit szerettem volna megismerni, mert gyerekkoromban is már nagyon érdekelt a távol-keleti ázsiai kultúra, és így szerencsém volt betekinteni a több nagyobb városba is eljutottam. Ezek első körben Osaka volt, Kyoto, Hiroshima és Tokió volt, de a városi kultúráladás mellett volt szerencsém megmászni a, a Szenthegyüket, a Fujit, a felkelő nap országába, és szerencsém is volt, mert egyes volt hozzám a természet, és láttam a napfelkeltét a fuji ami egy nagyon szuper élmény volt, és az első 3000-es hegyem, amit volt szerencsém megmászni. Japánoknál nagyon sok kis pici szentét találhatsz szerte, tehát a nagyváros sok forgatagába is, tehát több felhőkarcolók között akár csak mész egy utcasarokkal, és ott van egy kis picike templom, és oda mehetsz, és tiszteletet adhatod az adott istenség előtt. Ezek mind érdekesek voltak számomra egy európaiként, mert ez nálunk ugye annyira nem megszokott, hogy minden kis utcasarkon akár tiszteletet tetheted egy istenségnél. Kyoto-ban volt szerencsém továbbá a japán Kimonót is viselni, mert ez az től egy ajándék volt, hogy elvittek egy olyan helyre, ahol Kimonót lehetett bérelni, és így gyárhattuk körbe a, a híres kioltói bambuszerdőt ebben a régi viseletben. Ez ilyen fapapucsos fa dologként fa fa kell kellett Fapapucsos, fa igen, így, hogy te is mondod, és ez a hagyományos ruha. Úgyhogy Hát érdekes volt benne klaffogni, meg körülbelül 5 kilométert sétáltunk, mire körben értünk a bambuszerdőn. De igen, tehát ez is egy örökke, egy örökre való élményt jelentett számomra, hogy én is kipróbáltam, hogy milyen kimonóban végig sétálni egy utcán akár. Nagyon sokan szeretnének eljutni a trópusokra, érezni a látszelő cirógatását az arcukon, lógatni a lábukat a fehér homokos tengerpartról. Neked ehhez volt szerencséd? Milyen szigeteken jártál? Igen, volt szerencsém eljutni Reunion szigetére, majd két héttel később Mauritius szigetére is, bár az úti célom fő állomás az Reunion volt, ami egy nagyon hegyvidékes és vulkanikus kis picike sziget, amit volt szerencsém hosszába végigsétálni. Első körben számomra nem a trópusi, fehér homokos tengerpart volt a csalogató, hanem ez a hegyvidékes pici sziget, ami valóban nagyon zord és hegyvidékes. Milyen kihívásokkal szembesültél ottani túráid során? Már leszállásnál több kihívásra is szembesültem, először is nem találtam meg a, az utazótáskámat, és kisebb keresés után hál' Istennek előkerült, úgyhogy már az első pillanatokban is volt egy kis izgalom. Majd ez tovább fokozódott, amikor elmentem a helyi turista infóponthoz, és ott közölték velem, hogy egy olyan szezonba jöttem, ahol ugyan meleg van, de nincsen sok minden nyitva a túraútvonalon. Tehát így minden felszerelést kellett magammal vigyek, továbbá nagyon sok élelmet és folyadékot kellett magamhoz vételezni, mert volt, hogy napokig nem találtam nyitott hűtéket, meredékházakat, úgyhogy nem tudtam pontosan, hogy hova is megyek, mert ugye ismeretlen volt a terep, úgyhogy csak az összenémre tudtam hagyatkozni, hogy körülbelül mennyi mindenre van szükségem, és úgyhogy így ezért elég kalandos volt, továbbá az, hogy a trópusokon, ugye én pont az elsős időszakban mentem, és tényleg, amikor leszakad a monszun, az, tehát európai szemmel, ilyet nem mindig tapasztal az ember. Tehát amikor reggeltől estig megállás nélkül csak ömlik a víz, és tehát hiába volt meleg, de a kezem lilára fagytak, mert egyszerűen annyira hideg volt már a nap végére, 10-12 vagy 14 óra megállás nélküli menetelésből az időjárás. Hogyan működnek ezek a menedékházak? Valóban olyan, hogy amikor betérsz egybe, akkor szabadon fogyaszthatsz minden ételt, italt, de amikor távozol, akkor neked föltöltve kell ugyanúgy ott hagyni az élelmiszerkészleteket? Hát amiket, amikben én jártam, ott általában van szervíz is, tehát van működő konyha, ott ugye, ott már alapból fizetsz. Tehát, hogyha menedékszállón szállok meg, akkor én azokat jobban szeretem. Vannak olyan menedékházak is továbbá, amit teljesen is ahol ugyanúgy tényleg föl is tudod tölteni, vagy pedig vannak olyan menedékházak is, amik teljesen üresek, amit azt fogyasztasz, amit vittél magaddal, és viszont a szemetet ugye mindig el kell magaddal vinni. És ellenben a közhiedelemmel, hogy nagyon sok ilyen útvonal, hogy szemetes, most már nyíltan állíthatom azt, hogy nagyon sok országban, nagyon sok túróútvonalon jártam, és hál' Istennek nem tapasztaltam ilyet, hogy szemetesek lennének. Tehát, hogy az emberek a túrázok ott hagynák a szemetőket. De nem mindenki fogja a kis hátizsákjába, van nekem is mindig van egy kis zacskom, amit mindig a következő városig, vagy éppen a túrán végéig cipelek magammal, és az egyre csak nő, ugye? Biztosítás nélküli útvonalakon is szoktál túrázni. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Hát ezek már, amiken én túrázok, vagy én mászok biztosítás nélkül, ezek könnyebb mászóutak. Tehát a mászó skáláni egyes, kettes, hármas skáláig. Én ezeket tartom számomra még biztonságosaknak, Hát itt már kell rendelkezzél egy alapfokú mászó ismerettel, tehát azért akár via ferrátán, de jobb, hogyha például Kötélbiztosítással mászta már előtte nehezebb útvonalakon, és úgy jössz vissza könnyebb útakra, mint benne is van, ugye nem vagy biztosítva. Tehát bármi problémád alakul, vagy megcsúszol, ott könnyen nagyobb baleset is érhet ezeknél az útvonalaknál. Tehát ide már kipihenten érkezik meg az ember. Lehetőleg jó lelkiállapotban, ami legalábbis ez a számomra nagyon fontos, hogy ha ezek nincsenek meg, akár az egyik, vagy egyik se, akkor nem indulok neki ezeknek az útvonalaknak, mert ez tényleg nagyon veszélyes, veszélyes sport. Mi a következő úti célod? Hova fogsz eljutni a jövőben? Hát, ha közeli terveket nézem, akkor a, a párommal Egyiptomba, oda is extrémkedni, egy búvártanfolyamot szeretnénk megcsinálni, de ha a távolabbi céljaimat nézem, akkor mindenképpen egy 8000-es egy, ami tervben van, továbbá Ausztrália és Új-Zéland, ami így az utolsó kontinenseknek még a meghódítása. Rengeteg helyre eljutottál, és ahogy a szavaidból is érződik, bőven van még kihívás számodra. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk csodás beszámolódat. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, és további jó tévézést kívánunk.